A gyerekek négyfős csapatokat alkotnak, választanak egy csapatkapitányt, a tanulnivalót azt a fali újságra kitesszük, az mindig éppen az aktuális, de igyekszünk a környezetünk természeti értékeit megmutatni a gyerekeknek, az országos tudnivalókat. Idén különös hangsúlyt fektettünk az ormánság vizeire, a Dráva mellett az egyéb mellékfolyókra is, aztán a Druna-Dráva Nemzeti Parkra. Belecsempészünk mindig egy kis helytörténetet, néprajzi értékeink megmutatását is. Olvasd hangosan, nyugodtan, megbeszéljétek és mondjátok nekünk, hogy mi. Dráva aztán a több portággal büszkékedhet. A belesztik pályás, B piskóító, gyűrű. Hallgassatok a Zsófira! Réteken, legelőkön juhok csak határban járnak. Géván facsányokó, rávafok, bogdása, kákics, marúcsa. Nem, csányoszró az a géványfa. Szerintem kákics és marúcsa. Szerintem pedig a B. Rávafok és bogdása. Nem tudom. Hát így kicsit nehéz lesz. Élvezik azt, hogy kint vannak az erdőbe, imádják azt, hogy a barátaikkal lehetnek, nagyon szeretik azt, hogy alkalmanként eltévednek, de aztán megkerülnek, hogy mindig nagyon jó feladatok vannak. Szerintem az jó. Hol legyen? Gíván facsányoszó. Idegen autójában nem szabad beszállni. De maga nem idegen! Idegen autóban nem szabad beszállni. Van egy természetjáró szakkörünk, ami az utódja tulajdonképpen annak a szakosztálynak, amit dr. Sós Attila ötlete nyomán jött létre. Az volt az elképzelése, hogy a gyerekeket vigyük ki a természetbe, mutassuk meg neki a természet szépségeit. Fontos volt, hogy megszeressék, megismerjék a környezetüket, a körülöttük levő természetvédelmi értékeket, megtanuljanak velük bánni, okosan gazdálkodni, megtanulják azt, hogy hogyan lehet a környezetünket szépé tenni, és mindezt a szépséget megtartani. És úgy gondoltam, hogy én ezt megpróbálom nálunk a mi iskolánkban is megvalósítani. A kollégáim
rendkívül fogékonyak voltak rá, és nélkülük nem is lehetne ezt az óriási programot megvalósítani. És szalomozz végig úgy a bóják között, hogy lehetőleg egyet se döntsél föl, jó? Ezt bátorság próbának nevezünk, van három darab üveg. A három darab üveg mindegyikében van valami, vagy valaki. Aki belemer nyúlni mind a három üvegbe, az a harmadik üvegben megkapja a méltó jutalmát, vagy büntetését. Ha jó helyen fogod meg, nem csíp meg. Jelenleg a Mecsekerdő ZRT Sellyei erdészetével vagyunk kapcsolatban. Régen más volt a nevük, de kezdetektől fogva, az első pillanattól kezdve fölkarolták ezt a rendezvényünket, válszélességgel odaálltak mellénk, és nem csak a szakmai segítségüket adták, és a kollégák segítettek nekünk, és részt vettek a programrainkon, hanem anyagilag is támogattak bennünket, nagyon értékes ajándékokkal jutalmazták meg a gyerekeket, a nyertes csapatoknak a tagjait. Külön díjazunk az 5. 6. osztályosokat és külön a 7. 8. osztályosokat, ahol már reggel is szó volt róla. 5. 6. osztályban az első helyen egy modeszka, üdítő, 500 forintos mecsekfrénpark jutalmány és egy jó nevű játékot, amit elérem, hogy ismertek, ha nem akkor már kiterítitek, Harmadik helyezettnek az 524-es rajtszámú csapat. Az 5.-6. évfolyamban Dani Tamás, Perez Patrik és Lefe Dorin. Gratulálunk! Első helyezettet az 5.-6. évfolyamban a 614-es csapat. A pedig újosszágból a 821-es számú csapat.
2. 8. évfolyamban 811-es csapat